Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Jézus állandó kapcsolatot akar építeni velünk, nem azt akarja, hogy ideiglenes kapcsolataink legyenek itt a Földön, és éppen ezért, amikor az ige hirdetésre, az evangelizációra, misszió továbbadására indít bennünket, sem az a koncepciója, az az elképzelése, hogy, hogy időről időre csak úgymond kicsikét megismertessük másokkal az evangéliumot, Krisztus tanítását, hanem hogy mélyen Tudjuk fölismerni Krisztus ott akar lenni a mi életünkben, és a másik emberrel is meg tudjuk ismertetni mélyen az ő tanítását, hogy így Isten szeretete éljen mi bennünk, és azokban a fele barátainkban is, akik most találkoznak először Krisztussal. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben, sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helyiségben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázátok le a lábatokról, tanúbizonyságul ellenük. Azok elmentek, sírdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkemve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az evangelizáció, illetve Krisztus tanításának a továbbadása minden tanítványnak a kötelessége volt Jézus korában és napjainkban is az. Nagyon sokszor ezt elfelejtjük, kicsit elkényelmesedtünk, mert hogy a népegyházi modell szerint valójában mindenki gyakorolta a hitét, valójában mindenki járt templomba, valamilyen módon mindenkinek volt Isten kapcsolata, ez lehet, hogy kötött imádságukban valósult meg. Valamilyen módon mindenki ismerte az evangéliumot, lehet, hogy csak szájról szájra, mert nem biztos, hogy mindig tudtak olvasni, de gyakorlatilag egy ilyen Magyarország volt jelen, úgymond az elmúlt néhány évszázadban. Korábban nem ez volt egyébként a jellemző, hiszen a török hódoltság idején is szembesülnünk kellett azzal az erőteljes hatással, hogy bizony a keresztények közül, közülünk is próbáltak gyermekeket úgymond átnevelni, ők voltak a janicsárok, hogy gyakorlatilag a keresztény hitről áttérve muzulmánná váljanak, és aztán ők lettek gyakorlatilag azok a harcosok, akiket szintén ugye általában keresztény országokban vetettek be. Nem mi is ennek a lényege. A kereszténységnek fontos része volt itt Magyarországon is, hogy már a kisgyerekeket is olyan mértékben megismertessék legalább az evangéliummal, a Krisztusi tanítással, hogy ne lehessen őket átnevelni, ne lehessen őket újra kondicionálni, más irányba eltéríteni. Ma sajnos ez nem annyira jellemző. Ma inkább azzal találkozunk, hogy nagyon sok esetben azok a gyermekek, akiket úgymond a keresztény bármely felekezethez kapcsolnak, nem feltétlenül élnek Krisztus életet. Így a katolikus egyházban is szembe kell néznünk magunkkal, és gyakorlatilag az az őszintességünkről szól, hogy nem minden esetben tudjuk helyesen továbbadni az evangéliumot. Az evangélium továbbadása ugyanis azt jelenti, hogy úgymond azoknak az életében is jelen vagyunk, akik még csak most találkoznak először Krisztussal. A tanítványok éppen ezért, amikor küldetést kapnak, és például az apostolok is elküldi őket Jézus 12-t, Elmennek egy-egy helységbe, és betérnek egy házba, és ott elkezdik kérdezni az evangéliumot. Nem járnak házról házra. Tehát nyilvánvalóan kialakítanak egy szorosabb kapcsolatot valakivel, aki még addig nem találkozott az evangéliummal. Nyilván azzal is szembe lehet nézni, hogy nem biztos, hogy mindegyik helyen úgymond szívesen fogadják az evangéliumot. Nem biztos, hogy minden ember ma is úgymond szívesen hallgat Krisztusról. Van, akiben van fogékonyság, a nyitottság a spiritualitásra, az Isten igények az elfogadására. De lehet, hogy ez abból fakad, hogy valamilyen módon már kötődik úgy az egyházhoz, vagy Krisztushoz, de ez a kötődés még úgy nem személyes, nem elmélyült, hiszen lehet, hogy valakit megkereszteltek, vagy volt első áldozó, vagy éppen most egy esküvőre készülés akkor a, a, párja úgy próbálja erőltetni, hogy igen, legyél te is keresztény. De az illető nem biztos, hogy megvan keresztelve, vagy nem biztos, hogy gyakorolja a hitét, de valamilyen módon megjelenik egy fogékonyság, egy Krisztus felé való nyitottság, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az élet részét képezi. Kereszténynek lenni, le kell, hogy szögezzük, nem azt jelenti, hogy valakit beraktak, beírtak, kereszteltek anyakönyvébe. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztus él a mi életünkben, ott él a mi otthonunkban, úgy éljük a mindennapjainkat, mintha ő ott lenne. Nem, mintha valójában tényleg ott is van, így ezt a mi hitünk által tudjuk, csak természetesen nyilván ennek a jelenlétnek nem azt a formáját látjuk, mint ahogyan például mondjuk ott élnek mellettünk a lakótársaink. Nyilvánvalóan, hogy Krisztus ott van ami életünkben, a tanítványok ott vannak ami életünkben, zavaró lehet sokak számára. És sokan úgymond ezt el is utasítják. Miért szól bele az egyházunk a mindennapjainkba, a mi mindennapi életünkbe? És Krisztussal kapcsolatban is megfogalmazódik gyakorlatilag ez a kritika, mire hogy ugye az egyház titokzatos teste az maga Krisztus. Tehát miért szól bele Krisztus az én életembe? Miért nem mehetnék el abortuszra, hogyha akarok? az én testem. Miért ne lehetne, hogy eutanáziával ö, megöljem mondjuk akár a ö, idősebb testvéreimet, akik már szenvednek? Miért ne lehetne, hogy ne kelljen házasságot kötni, hanem amikor esik úgy puffan, éppen kivel találkozom, ővele legyen egyfajta élettársi kapcsolatom. Miért kellene nekem meggyúlni azért, hogy úgymond szentáldozáshoz járuljak? Miért mondja meg nekem egyáltalán Krisztus, hogy mit jelent egyáltalán a bűn? Hasonló kérdések fogalmazódnak meg rengeteg emberben, talán most azokban is, akik véletlenül ide kapcsoltak, vagy éppen ezt a műsort nézik, és a Krisztushoz való kapcsolódás az mindig hat az egészre. Az ember egész életére, a szívünkre, az életvitelünkre, arra, hogy hogyan gondolkodunk egyáltalán azokról az erkölcsi normákról, amelyeket Jézus elénk állít. Hat arra, hogy mennyire fontos számunkra az imádság, mennyire fontos, hogy találkozunk Jézussal a szentmisében, mennyire fontos, hogy a szentáldozásban egyesüljünk vele, vagy éppen a szentírás megismerése által, úgymond felfedezzük az ő tanításának a mélységeit. Azt az imádságban el tudjuk mélyíteni. Ezek mind-mind azt jelentik, hogy befogadjuk őt, ami otthonunkba. Ezt kellett tenni az első tanítványoknak is. Van, aki nem biztos, hogy így ezt elfogadja. Van, akinek ez sok. Azt mondja, hogy igen, úgy Jézust én úgy elfogadom, hogy időnként elén elmegyek meglátogatni őt a templomba. Időnként én meglátogatom őt, de nehogy már ő visszalátogasson hozzám. Ez lehet, hogy fizikailag akkor úgy jelenik meg, hogyha mondjuk épp egy paptestvér bejelentkezik, hogy valakit szeretne családlátogatáson meglátogatni, hogy jó, hát azért igen, az oké, okay, hogy én elmegyek az Isten házába, de ő ne jöjjön már hozzám. Pedig valójában az Istennel való találkozás, az Isten befogadása a mi életünkben azt jelenti, hogy fölismerjük azt az elképzelést, azt a tervet, amelyet Jézus a tanítványok elő is célként kitűz, és mi elénk is ezt tűzi ki. Vagyis amikor mi részt veszünk a Krisztusi Evangélium továbbadásában, akkor mi magunk is így a másik életébe lépünk bele, nem csak úgymond a felszínt kezdjük el súrolgatni, hogy igen, és hogyha keresztényé válsz, akkor időnként kell egy kicsikét imádkozni kicsikét talán ugye az a történet eszembe, hogy így ünnepi ebédhez készülnek, és akkor Júlcsikát éppen megtanították arra, hogy, hogy, most már szoktunk imádkozni, például mondjuk étkezés előtt is, és akkor látja Júlcsika, hogy pont ki van számolva, hogy a kedvenc étele van, kirántott hús, hány usson, és, az, és, aztán elhangzik az imádság, édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, de anya, hát éppen hogy csak jut nekünk az ennivalóból, és te még vendéget is vársz. És valójában tényleg, amikor vendégül várjuk Krisztust, akkor azt akarjuk, hogy az életünknek a része legyen. Nem elvenni akar tőlünk valamit, hanem adni az ő jelenlétét, adni az ő szeretetét, adni, hogy megtaláljuk az utat hozzá, és fele barátainkhoz, mint hogy az első tanítványoknak is ez volt a célja, hogy otthonunkba fogadjuk őt, és mi magunk is mások otthonába is vigyük el Krisztust, aki meg akar születni mindannyiunk szívében, és jelen akar lenni mindannyiunk életében, hogy így az ő szeretete teljes és tökéletes legyen bennünk. Amen.